Szevasztok, mivel ugye erre az olimpia nevű sportrendezvényre már nem nagyon lehet jegyet kapni, ezért megpróbáljuk tartalmasan eltölteni napjainkat. Ma például elmentünk motorozni egyet. I can teach you how to change your state of mind, but you'll have to leave the things you know behind. It's a winding road, but you learn the code, how to leave your world. Na szóval összefutottunk igazából az olimpiai parkba két magyar motoros rendszer, aki megtette ezt. A hány kilométert tettetek meg? Hát eddig olyan 9000-et körülbelül. Pontosan nem tudjuk, mert térkép alapján számolgattuk. Ott is két térképpel számoltuk, úgyhogy pontosan nem, de olyan durván 9000. És így jött, szóval így jutott aki Londonba, most megyünk velük egy kört. Tőled, hogy itt ebbe az oldalkocsiba szoktatok egyáltalán aludni, vagy itt azért figyeltek minket teleszóban? Hát figyelni kéne, de szoktunk aludni, igen. Hát nem a legkényelmesebb, de egyébként lehet benne aludni. Tehát főleg úgy, hogy most annyira nincs felpakolva, ugye most a cuccok nincsenek itt a motoron, de egyébként ott a fejed mögött ott vannak egy pár hátizsák, meg egyebek, úgyhogy nekitámasztod a fejed, és lehet benne pihengetni. De azért nyilván, hogyha városban vagy ilyen helyen, ott azért figyelni kell mind a kettőnek, meg főleg itt Londonban ugye balkézes közlekedés, tehát itt minden fordítva van, itt azért figyelni kell rá. Itt nem nagyon szoktunk aludni meg ilyesmi az oldalkocsiba. To leave the things you know behind. It's a winding road, but you learn the code, how to leave your world behind. Start the engine, let's take a trip together. Annyit még mesélj már nekem, hogy mennyivel tudtok ezzel haladni, hogy mennyire akadályozza végülis a sebessége az utatokat, mert gondolom, hogy nem száguldoztok, mint hogyha egy Porsche-val jönnétek ide Londonba. Ugye ez nem olyan vezetni, mint egy tankot, mert állítólag a tankot azért jó vezetni, mert nem zavar a környezet. De minket olyannyira zavar, hogy a hegyek nagyon megfogják, tehát a dombok, az emelkedők, azok nagyon megfognak minket, plusz még a szembeszél. Hát ha minden ideális, akkor 60-65, 70. De egyébként mindenki azt gondolja, hogy hát 70-nek kivárni, hogy mire odaérünk, lemegy a nap, meg az milyen lassú. Nem, egy ilyen oldalkocsis panóniának, amikor a 70-nek robog az úton, az bőven elég. Nem? Úgy érzi, hogy igen, meg tudod, ugye alacsonyan, tehát az oldalkocsiban ugye alacsonyan ül az ember, ott azért nem. Vezetni meg az megint csak nem lassú, mert valahogy motor is azért az ajos, meg mit tudom én, csörög-zörög kattok, de hát ez így működik. Motorozás után pedig elmentünk tetováltatni egyet, hogy valami maradandó is maradjon az olimpiából. Szevasztok, ez a tetoválás nem pont olyan jó érzés, mint amennyire elsőre gondoltam, de hát itt vagyunk Londonban, muszáj volt varratnunk egyet. Most pedig eljöttünk sportfogadni, hogy megtudjuk Londonban, hogyan is működik ez az egész. A William Hillnél és a Ladbrokersnél megrakjuk tippjeinket. Aztán megnézzük az esti meccset, így azért egy kicsit izgalmasabb lesz a kézi meccs, kiszurkoljuk nekik a döntőt. Hajrá magyarok, hajrá. Szevasztok!